sátoraljaujjai Rákóczi táborba 150 külhoni óvónő és tanító érkezett a hétvégén Kárpátaljáról és a Felvidék keleti részéről. Felvidékről, Királyhelmecről érkeztünk, a Kossuth Lajos utcai óvodából. Felvidékről érkeztem, a Dereski óvodából. Nagy-Dobronyból, Kárpátaljáról érkeztünk. Kárpátaljáról, Szernyéről érkeztünk. Szlovákiából jöttünk, Bodrogszentesből. Kárpátaljáról jöttünk, Nagy-Dobronyból. Királyhelmecről, az Édengert óvodából. A Rákóczi Szövetség óvodapedagógus és tanító találkozóinak őszi sorozatában november 25-e és 27-e között kárpátaljai és kelet-felvidéki óvónők és tanítók találkoztak. A felvidéki óvónőknek, tanítónőknek, tanítóknak írtunk egy levelet a hét elején, amiben arra bátorítottuk őket, hogyha van valami olyan dolog, amit tartós élelmiszer, tisztítószer, és szeretnék felajánlani és eljutatni Kárpátaljára, akkor azt hozzák el magukkal. Én úgy láttam, hogy sokan hoztak ilyen adományokat, nagyon szépen köszönjük önöknek. A kárpátai társaikat, kollégáikat pedig arra kérnénk, hogy vigyék el magukkal, és belátásuk szerint döntsenek arról, hogy ezt kinek adják oda, vagy hogyan használják fel. Mi, akik otthon vagyunk, úgy gondoljuk, hogy addig, amíg lehet, és amíg valóban nem vernek, addig a minden nap feladott kihívásra megpróbáljuk a lehetőségeinkhez, erőnkhöz keresendő megoldásokat megtalálni. A sátoraljaujjai Rákóczi táborba Kárpátaljáról 60-an, a Felvidék keleti részéről 90-en érkeztek. Az én előadásom a komplex művészettel nevelés témakörét járta körül. Drámapedagógusként azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben tudunk segíteni úgy a tanítóknak, óvodapedagógusoknak, hogy meséket dolgozzanak fel, hogy műsort készíthessenek. A Rákóczi Szövetség idén ősszel több száz külhoni magyar óvónőnek és tanítónak szervezett hétvégi találkozókat azzal a céllal, hogy kifejezze az óvónők és tanítók iránti megbecsülését, különös tekintettel arra, hogy a magyar iskolaválasztás elősegítésében meghatározó szerepet töltenek be. De fejet hajtunk, nem csak pedagógusok, de óvópedagógusok előtt is, akik néha-néha picit háttérbe szorulnak, és örülök, hogy a Rákóczi Szövetség rájuk is gondolt.